kaptál megfelelő rendezői instrukciót? Igen, igen, igen. Azt mondta a rendező, hogy ezt kell mondanom, hogy kaptam rendezői instrukciót. Akkor mit kell csinálni? Hát szia, kis haver. Téged meg mi lehet? Ó, szent midiklóriánok, hát te csutkára merültél. Azt hiszem, van egy pótaksi a szertárban, gyere! Nem, azért nem akarok spoilerezni, mert beharangoztam mindenütt, hogy filmszerepem lesz, és ezek után kiderül, hogy csak értitek egy palóc videótéka. Aj! Jó, a Palóc videótéka az nem csak a Palóc videótéka, konkrétan az egyik legjobb dolog, ami a magyar YouTube-bal történhet. Én legalábbis nagyon régóta rá vagyok kattanva a munkásságukra, mert hogy elég elborult humorérzékkel csinálják a saját kis filmjeiket, és nem csak arról van szó, hogy két srác ökörködik a YouTube-on, hanem két profi filmes ökörködik a YouTube-on, ami pedig egy elég nagy minőségi különbséget jelent. Az látszik a filmjeiken, hogy nagyon sok baráti segítséget kapnak, tehát valószínűleg nincsenek arra rászorulva, hogy kintről jöjjenek külsősök a produkcióba, bár ki tudja, viszont úgy látszik, hogy elég nagy nyomást helyeztem rájuk azzal, hogy folyamatosan kommentelek a videóik alá, hogy tavaly egy szép őszi napon felajánlottak nekem egy főszerepet, vagy legalábbis mellékszerepet, de én szeretek úgy tekinteni rá, hogy ez egy főszerep volt. Meg hát Nógrád amúgyis az egyik kedvenc megyém, úgyhogy még jó, hogy igent mondtam. Eddig is sejtettem, hogy sok meló van a filmjeikben, de eszméletlen, hogy valójában mennyi. Ott van ugye a kreatív rész, a forgatókönyvírás, az egyeztetések, a technika összeszedése meg hasonlók. Én csak egyetlen szombatot töltöttem velük, ők viszont előző nap felépítették a díszletet, lepróbálták a fényeket, csináltak kameratesztet, ahogy az kell. Ráadásul aznap, amikor ott voltam, csak azokat a jeleneteket vettük fel, amihez én kellettem. Nekik volt még egy forgatási napjuk, és kegyetlenül sok munka az utómunkában. Nyugodtan toljad, és akkor én meg itt, mint a izé, a gyökér háttér munkás fiú, hogy te dolgozhatok. Én vagyok a green screen tartó ember. Meg a rendező, meg az operatőr, meg a vágó, meg a mindenféle hiába valóság. Kicsit azért félsz, hogy nem egy csapda mondjuk, hogy így, hogy azért ilyen tipikus keresgélő ember vagy, és ezzel mindig kell számolni, mondjuk nem egy csapda vagy ilyesmi, szóval hogy ez az egész ilyen kicsit tosonós, ilyen. Most veszük fel azt a jelenetet, amikor R2D2-t megtalálom itt ebben az erdőben. Természetesen zuhog az eső, úgyhogy nagyon jó volt a szétázott agyagon végig tolni azt a Molnár kocsit. Azt a jelenetet már felvettük, de most jön az a rész, amivel az egész kezdődik, tehát amikor rátalálok itt az erdőben guberálva. Nyilván a robotot majd később rakják hozzá utómunkában, de hogy tudjak mire nézni, ez a statív a teniszlabdával a tetején lesz majd R2D2, kb. Ugyanaz a méret. Ez itt a szemgolyója. Nézd, és egy kicsit jobb magadhoz képest erre mozogj a felső testeddel, mert ugye ő egy kicsit, szóval ő ugye kitakar amúgy téged. Aha. Ezt hogy lebegteted azt az esernyőt ott? Jedi erő. Star Wars. Mehet. Szia kis haver, hát téged meg mi lehet? Szuper, nagyon jó. Még egyszer gyerek, példa. És hogyan módosítva? Úgyhogy én nem fogom elbukni a kamerádat. Honnan jötsz? Hát szia kis haver, téged meg mi lehet? Nagyon jó ez a ködös helyszín, meg az eső. De most vége ennek a jelenet forgatásának, úgyhogy kikapcsoljuk a ködgépet, meg az esőgépet. Úgyhogy erre sem lesz többet szükség. De az esernyőre végig szükség volt. Szóval most veszük fel azt a jelenetet, amikor R2-t megtaláltam az erdőben, és tolom be ide a pajtába. És itt lesz majd összedobva a szegény kis teste. Ezt a két másodpercet egy tucatszor felvettük. Precízen együtt kellett mozognunk a zöld hátteret tartó domával, hogy az utómunkában ne izzadjanak majd vért a háttér kimaszkolásával és R2D2 beillesztésével. Jó. Hát csak követnünk kellett Lóci kristálytiszta instrukcióit. Az első két lépés elő, vagyis után jó. A forgatás néha nehezítették a vadak. De patkány! Itt van a patkány! Gumisz kifelé!
Kifelé onnan. Egy-kettő. Na. Jó. Ajka, humisz. És az én munkabiztonsági akadékoskodásaim. Keresünk egy szemüveget a sztár színész úrnak. Hogy? Mert... Hát ilyen sztárralűrjei vannak, és így nem lehet szemüveg nélkül flexálni. Akkor valahogy ugye arra mennek a szikrák. Ez a CGI dolog elképesztően jó. Nagyon jól összerakták a jeleneteket a srácok utómunkában. Az meg, hogy nekem egy nem létező robottal kellett interakcióznom, hát nyilván részletkérdés. Fel kell fegyverezni magad. Ez egy veszélyes galaxis. Na, próbáld ki! Jó, ennél sokkal lassabban fog az egész. Megtörténni egy picit, mondd légy lassabban. Jó, most szépen kihajol az a cucc. Majd így mondom, hogy az ugye így innen jön ki neki. Szóval, hogy hajol. Kihajolt. Paf, lövés. És akkor mondom, hogy átfordul a fejed, és akkor néz rá, amikor megkérdez, hogy miért segítesz nekem. Felvétel. Indul. Tessék. De nem csak a robotot kell ilyenkor oda képzelni, hanem az egész jelenetet végig kell élni fejben mindenestül. Jó, szuper. Na, próbáld ki. Most a CGI-hoz készítjük elő az üveglapot. Így tökéletesen középre, mértani pontossággal kimérve. Ezek a vérprofi referenciapontok, amihez az utómunkában tudják igazítani a képet. Valahogy így. Itt egy közös kép rólunk. Milyen kicsi volt még. Na jó, nem fogom itt elspoilerezni az egész filmet, ennyi elég is lesz. Mars inkább a Palóc Videótéka csatornájára megnézni, ha még nem tettétek. Én szerintem hétfőn jövök vissza itt szokásos tartalmakkal, addig is legyen egy szép hétvégétek. Sziasztok!